A 70 éves festőművész Dépap Sándor élete során több mint 1500 képet festett. Közel 10 évvel ezelőtt már volt kiállítása a régi Kállai gyűjteményben, most azonban úgy gondolták, a megújult épületben is helyet kell biztosítani az alkotásoknak. A képek realista, impressionista, expressionista vonásokat és a kubizmus jegyeit is tartalmazzák. A művész azonban csak D-pop art stílusként összegezte a látottakat. A kiállított több mint 30 kép nagyrészt Erdély mutatja be. Én nagyon szeretem az erdélyi embereket. Én nagyon sokat jártam életem folyamán Erdélybe, barátaim vannak kint. Nyílt szívű, őszinte, igazi magyar emberek. Azt meg nagyon utálom, amikor a határon megkérdi a román határa, hogy hova megyek. Hát én azt szoktam mondani, hogy tovább Magyarországon, de nem tetszik neki. Tehát a szívem csücske Erdély, de valóban, ha nem volt még Erdélybe valaki, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy menjen, nézze meg Erdélyt, mert ott elgondolkozik, hogy vajon az igazi Magyarország az hol van. Most Erdély az igazi Magyarország? Vagy Magyarország az igazi Magyarország? Szóval ezt meg kell mutatni. A 70 év 70 csoda című kiállítás mellett hamarosan más programokon is részt vehetnek az érdeklődők. November 29-én advent első vasárnapjától a város támogatásával egy, azt mondom, hogy fantasztikus kültéri látványosságokkal, karácsonyi látványosságokkal fog működni a Kállai gyűjtemény. Nem szeretném előre lelőni a poént, de gyereknek, felnőttnek azt mondom, hogy igen, látványos, kellemes, Kállai gyűjteményes estét, napokat fogunk okozni. Tervezzük azt, hogy minden hétvégére, vagy szombatra, vagy vasárnapra valamilyen külön programot, ezt is avariszt inkább a kültéren szeretném megvalósítani, hogy ezzel is a Kállai gyűjtemény állandó időszaki kiállítása mellett azért feldobjuk meg egy kicsi, még ünnepélyesebbé tegyük a karácsonyi várakozást. Most azonban még Dépap Sándor festőművész alkotásai várják a látogatókat a Kállai ház emeleti termében. A festményeket december 31-ig láthatják az érdeklődők.